Következő napirendi pontunk már az imént beharangoztam, az áprilisi általános iskola átépítése kapcsán felmerült pénzügyi szerepvállalás kérdésének megvitatása. Tehát, ahogy röviden utaltunk már rá, az iskola udvarán, az iskola ingatlanon, részben a jelenlegi kisépület helyén, részben az úgynevezett dühöngő felüli oldalom, egy jelentős iskola épületfejlesztést tervezünk. Ugye ez már éppen egy évvel ezelőtt, vagy kicsit már több is, mint egy évvel ezelőtt aláírt együttműködési megállapodás alapján történik, amit a önkormányzat a nemzeti sportközpontokkal, mint ennek az egész kormányzati beruházás csomagnak a gazdájával írt alá. A beruházásban 8 új tanterem létesül, megfelelő vizesblokkal, közlekedő helységekkel, tanárival, fejlesztő helységgel, és bízunk abban, hogy a öreg épülettel együtt, most leszámítva a tornacsarnokot, de az egyéb, minden egyéb oktatási infrastruktúrás terem szükségletet, illetve tér szükségletet biztosítani fogja az iskola számára hosszú távon. Ez a beruházásnak az összes költsége az 520 millió forint, a magának az építkezésnek a költsége az 320 millió forint körüli nettó összeg. Elkészültek a tervek egy korábbi vázlattervi állapotban, ennek alapján pedig az engedélyezési tervek gyakorlatilag elkészültek. Ami miatt ez mai napon túl az általános tájékoztatáson napirendre került, az egy olyan kérdés, amiben a beruházó NSK, támaszkodva a BMSK-ra, mint műszaki menedzsmentre, egy észrevételt fogalmazott meg a tervvel kapcsolatban, mégpedig egy földszinti üvegezett folyosón lévő fix, avagy nyíló ajtók kérdése. A tervezési program eleve nem tartalmazott aula kialakítást, azon egyszerű oknál fogva, hogy bár a vonatkozó szabványok szerint szükség lenne rá, de egész egyszerűen az a telken nem fér el. Eddig sem volt aulája az iskola, egészségedre. Eddig sem volt aula az iskolának, eddig is tudott nélküle működni, nyilván sok egyéb mellett hiányolta ezt az iskola, de ez valóban egy akár 2-300 négyzetméteres aula lehetetlen, hogy elférjen ezen a telken. Ennek részbeni kiváltására a program javaslatban, vagy programban és az együttműködési megállapodás mellékletében egy 120 négyzetméteres fedett nyitott tér szerepelt, amelyről szintén a tervezés során kiderült, hogy nagyon nehezen lenne megvalósítható. A következő már tervező javaslat az volt, hogy bizonyos földszinti, amúgy is ugye alsó tagozatosok révén egy külön zártabb egységet képező egységek, tanegységek legyenek megközelíthetőek csupán tornácról, tehát nem egy közös folyosóról. Ezt a iskola, illetve a pedagógiai program, most már a klik is, ugye velük is egyeztettük, elfogadta, pedagógiai szempontból támogatták, viszont a vonatkozó szabványok szerint nem lehetséges az, hogy egy elsős, vagy másodikos, vagy harmadikos kisdiák tornácon keresztül érhesse el csak a WC csoportot, akkor sem, hogy egyébként ebben a kis egységben van WC. Tehát ragaszkodtak ahhoz, hogy zárt folyosónak kell lenni, és erre a tervező javaslat az volt, hogy akkor ezt a zárt folyosót, ami egy üvegezett folyosó egyébként, tehát egy teljes magasságában üvegezett folyosó, ezt teljes hosszában nyissuk meg, és legyen rajta 13 darab kétszárnyú ajtó, amelyik jó időben, szünetben, délután valóban kinyitva ezeket, akár összeset, akár nagy részét, valóban ez a folyosó egy tornácként üzemelhet. Erre azt mondta a BMSK, hogy ez itt a 13 ajtó az pont 10-zel több, mint amire itt szükség van menekülési és közlekedési, szorosan vett közlekedési menekülési szempontból. Az összes többit azt fix üvegezetként tudják csak elfogadni, mert ugye ez jelentős többletköltséggel jár. Árajánlatot kértünk egy kivitelezőtől, az előterjesztésben
elírás nem a Hofstetter Kft., egy másiktól, aki az energetikai pályázatban szintén részt vett a Pannonholztól, akik ajánlatot adtak fix üvegre, illetve nyílószányra, és a 10 darabonként 154 ezer forint nettó összeg a különbség a kettő között, tehát a fix üveg és a nyílószárnyak között. Tehát én erre azt mondtam, és azt javaslom, hogy ezt az összeget a képviseltestület vállalja föl, ugyanis mondom, itt ugye nem csak közlekedésről, hanem a belső és külső tér együttes használatának lehetőségéről van szó, és ezért úgy gondolom, hogy ezt az összeget egyrészt ez a gesztus megéri, akár az önkormányzat fizeti ezt az összeget, akár a beruházás részeként jelenik meg, de amennyiben ezt a beruházó nem tudja fölvállalni, nyilván nekik is vannak szempontjaik, hogy miért igen és miért nem, akkor javaslatom szerint ezt vállalja fel az önkormányzat, és tegyük mellé a bizottság tárgyalta a kérdést. Bizottság. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ugye itt volt két fontos lépés, volt a terveket, látványtervekkel, látványelemekkel megismertettük a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival, illetve a tulajdonosok képviselőivel. Nekem úgy tűnt, hogy különösebben problémájuk nem volt, sőt talán az egyik legaranyosabb mondat az volt, amikor megegyezték, hogy de kár, hogy a mi gyerekeink ide már nem fognak járni. Ugye erre volt egy aranysriposzt, hogy nem baj az unokáitok, talán még igen. Úgyhogy hát egy nagyon szép és elég nagy épület fog elkészülni. Ennek a látványtervei a honlapon ugyanúgy hozzáférhetőek lesznek elfogadást követően, mint ahogy a Városközpont, illetve az általunk megindított beruházásoknak a tervei. És megtárgyalta a bizottság ezeket a nyitható, ez a csukható ajtókat, és támogatta, vagy támogatja azt az elképzelést, hogy ezek az ajtók nyithatóak legyenek, ez nagyon levegőssé, jó szellőztethetővé és világosá teszi az alsós termeket, és talán tényleg egyfajta ilyen pótaulaként fog majd tudni funkcionálni. Úgyhogy javasoljuk a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Valóban fölmerült a kérdés, és fölmerülhet bárkiben, hogy ezek a tervek megismerhetőek-e. Nyilvánosságra nem hozhatjuk egyelőre, a szomszédoknak megmutathattuk, ha valaki befárad és szeretné megtekinteni alprajzokat, ezt meg tudjuk tenni, meg tudjuk mutatni, viszont addig, amíg jó az építési engedélyt nem nyer, addig a NSK határozott kérése az volt, hogy ne tegyük közzé, ne publikáljuk ezt. Van-e valakinek kérdése? Parancsolj! Hogyha jól emlékszem, akkor a bizottság ülésen és talán az előbb is 154 ezer forint különbséget mondtál nyilászáróként, de az előterjesztésben nem annyi van. Nettó, de akkor sem annyi. Ezt, 80 a tétel, tehát 180. Nem nagy tétel különbség, csak nem fedi pontosan a kettő egymást azért. Az valószínűleg akkor 11-re vonatkozhat. Nem tudom. A 154 ezer forint az egy pontos összeg, a 13 ajtó pontos összeg, és a 10 is. Tesi? Rászámoltam, hogyha ha fél év múlva több lesz, akkor 10 ezer forintért vagy 100 ezer forintért ne kelljék testületi határozatot módosítani. Igen, köszönöm szépen, ez a bölcs előrelátás, és én úgy gondolom, hogy a lényeg az pedig a dupla szárnyú ajtó, tehát itt a tétel az érdekes, tehát hogyha ez nem 150, mert a 154 ezer forint az egy kivitelezői ajánlat volt, a közbeszerzési tételek között, hogy az pontosan mekkora lesz, azt nem tudjuk pontosan, mert ez majd annyi lesz, amennyi a nyertes ajánlat árazza ezt az ajtót. Ez majd ott fog eldőlni, tehát igazából én úgy gondolom, hogy nem az összegszerű, most az egy keretösszeg, úgy mint egy költségvetési tétel. Bocsánat, nem most a 10 000 forintokon, csak hogy a két dolog eltért egymástól, tehát hogy tisztázzuk. Igen, jó, tehát akkor ez egy keretösszeget biztosít. Igen. Valójában a határozatban, amennyiben elfogja egy testület, arra, hogy ezt a 13 ajtót, vagy ebből 10-et így valósítsunk meg. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása még a kérdéshez, vagy a témához?
Amennyiben nincs, és a képviseletestület elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a képviseletestület elfogadta a határozatot. Következő napirendi pontunk a Danubia Televízió 2016. évi támogatási kérelme. Megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. Danubia Televízió a korábbi évek hasonlóan idén is támogatási kérelme fordult a képviselőtestülethez. A célkitűzéseiknek megfelelően továbbra is az önkormányzati intézmény és a civil kommunikáció segítése, a tájékoztatás, dokumentálás a fő feladat, és ehhez a munkájukhoz kér támogatást. A támogatást 2016-ban 2.220.000 forint per évi támogatást kérnek. A pénzügybizottság a költségvetést előkészítő ülésén tárgyalta a kérelmet, és a képviselőtestület és a költségvetésbe 2.200.000 forint támogatást állított be, és ezt javasolja elfogadásra is a képviselőtestületnek. A támogatás fél évente március 31-ig, illetőleg szeptember 30-áig kerülnek kifizetésre egyenlő részletekben. Köszönöm szépen. Hozzászólás, pénzügyi bizottság. Parancsolj! Nem mondja a pénzügyi bizottság, mint képviselő. Azt szeretném kérdezni, hogy megfogalmazott a pénzügyi bizottság olyan, hogy tudni szeretnénk, hogy ezért az összeg mennyit tesz, és hogy a digitálisan is lehet-e majd fogni ezeket a műsorokat, mert a analóg nem sokára meg fog szűnni, és a mostani helyzet szerint digitálisan nem lehet fogni. Mert akkor nincs értelme, ha nem tudja a lakosság fogni, akkor nincs értelme ennek, hogy mit nem akarsuk. Ez a kettő volt csak, ugye? Vagy volt még? Igen, még egyetlen egy kérdés volt. Nem szeretnénk turkálni a zsebükbe, de szeretnénk tudni, hogy a szomszédos faluk is mennyit fizetnek. Mert nem szeretnénk, ha mi itt ilyen kiugró összeget fizetnénk, és mondjuk a másik falu meg sokkal kevesebbet fizetne. Tehát jó lenne, hogyha azért ezt megtudhatnánk. Nem szeretnénk nyilvánosságra hozni, de azért jó lenne, hogyha valami tájékoztatást kapnánk erről. Ha már támogatjuk, akkor... Még egy kérdés csak a tévéhez lenne, hogy itt a következő napendőpontban lesz, hogy negatívumokat, itt is nem lehetne azt megoldani, hogyha a reklámokba vagy a hirdetésekbe már egy hete lejár, és mindig megy a hirdetés. Jelesül például tegnap előtt volt Pócsmegyeren vérhadás, és még ma is ment. Akkor 6-án volt bál, és még ma is megy, meghívók, hogy ezt nem lehetne levenni a tévére. Köszönöm. Jó. Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezeket a, nem tudom, hogy Balázs Csille nézett tévét, de ha nem néz, most itt van. Úgyhogy nem tudom, hogy megköszönném, hogyha ezekre a hirtelen fölmerült kérdésekre már csak a nyilvánosság tájékoztatásokkal is tudná válaszolni. Az, hogy milyen... Igen, igen. Én például biztos nem szoktam tévét nézni, mert nincsen. És a interneten sem szoktam magunkat sem nézni. Tessék? A gyerekeimnél nagyon népszerű lennél, de nálam nem. Bocsánat, nem akarom elpoénkodni. Én úgy gondolom, hogy arra a kérdésre, amit Zsolti felvetett, hogy a környezettelepülések milyen összeggel támogatják a televíziót, arra egy válasz biztos van, ők is nyilván nyilvános képviselőtestületi ülésen hozzák a nyilvánosságra hozandó döntésüket. Ott biztos, hogy utána lehet nézni. De az egyéb kérdésekre én akkor megkérlek, és köszöntöm Balázs Csillát, és megkérlek, hogy akkor válaszolj. Köszönöm szépen, és a lehetőséget is, hogy válaszolhatok ezekre a kérdésekre. Valóban nagyon sokan kérdezik a digitális átállás kapcsán, hogy hogyan lesz majd fogható a Danubia Televízió. Természetesen mi is minden szükséges lépést megtettünk annak érdekében, hogy ez a digitális átállás, ez nálunk is, hogy mi is követni tudjuk ezt a változást. És hát azt tudom elmondani, hogy a Telekomnál már jóval, már 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt jeleztük először, hogy szeretnénk mi is követni ezt. Sajnos a
média tanács egyelőre csak a sugárzó televíziókat támogatta a digitális átállás kapcsán, a kábelen, kábel szolgáltatókon, terjesztőkön keresztül történő adás továbbítást nem. Ezért a terjesztők úgy ki melyik, hogyan hajtja végre a fejlesztést. A Telekom egy kicsit le is van maradva, mert a UPC-nél már több helyen hallottam arról, hogy már megjelentek a helyi televíziók a digitális kiosztásban. A Telekomnál azt a választ kaptuk a többszöri leveleinkre, és akár a tegnapi napon is levelezésben voltunk velük, hogy rajta vannak a fejlesztésen, hamarosan változások lesznek ez ügyben, várólistára tettek bennünket, és várhatóan hamarosan belekerül a Danubia TV is a digitális csatorna kiosztásba, de addig is eleget tesznek annak a törvényi kötelezettségüknek, hogy továbbítják a helyi televíziók műsorát. Tehát jelenleg is mindenhol, ahol digitálisan fogják a televízió csatornákat, analóg módon is lehetséges fogni a Danubia TV-t. Tehát nem szűnt meg a televízió sugárzása, csak hogy mondjam, kicsit körülményesebb az elérése, ki kell kapcsolni hozzá a beltéri egységet, távirányítóval átkapcsolni a másik csatornára, és így fogható most a televízió. Nem tudom, hogy mennyire volt ez így érthető, és hát nyilván nem is veheti ki a csatornakiosztásból a televíziót a terjesztő, mert a törvény arra kötelezi, hogy továbbítsa a műsort. Ez a válasz most erre, és hát igyekszünk persze ezt minél előbb mi is, tehát szorgalmazzuk, hogy bekerüljünk ebbe a kiosztásba. A másik kérdése, igen, természetesen, ami az, hogy melyik település mennyivel támogat, ez teljesen egy nyilvános adat, nem is titkolan, nem titkoljuk sehol sem, fönt van a mérlegbeszámolónk is az interneten, ott is megtalálható, most így fejből nem tudnám felsorolni, valóban Visegrád az egyik legfőbb támogatója a televíziónak. Ezt tudjuk, évek óta így van, és a legtöbb műsor is Visegrádról készül, tehát mi arra nagyon szigorúan figyelünk, hogy a támogatás mértékével arányos legyen a műsor mennyisége. És hát remélem, hogy ezt a nézők is érzékelik. Jelenleg ez az összeg, ami szerepel Tahitót faluval egyenlő arányban van. Ugye Visegrád város, itt sokkal több esemény, kulturális esemény van. Hát én azt gondolom, hogy így is azt lehet mondani, hogy vannak olyan események, ahol már szinte nem tudunk ott lenni, mert nem tudunk mindenhol, de azért igyekszünk. Tehát a legtöbb műsor Visegrádról készül, ez így van. És nagyon szívesen hozok esetleges statisztikát, egy beszámolót is bármikor szívesen tartok arról, hogy mi mennyi műsoridő volt Visegrádról, de azt hiszem, hogy akik követik a műsort, azok tudják ezt. Van-e még esetleg kérdés? Köszönjük szépen a választ. Bocsánat, még a lejártakat, amik a hirdetések vagy reklám, annál lehet-e valamit? Igen, utána fogok nézni. Minden pénteken cseréljük a képújságot, de hamarosan lesz egy olyan fejlesztésünk, hogy napi szinten fogjuk cserélni, úgyhogy nemhogy egy-egy nappal nem fog csúszni, hanem valószínűleg óráról órára tudunk majd frissíteni. De meg fogom nézni, hogy ez mi. Igen, ezek olyan programok, szerencsére a polgármester úr elfejtette megnyomni a gombot, és ezt a kedves megjegyzést nem fogják hallani a kedves nézők. De ezért köszönöm. Ez a minden. Ezek olyan programok, amik esetleg pont a kettő időszak közé esnek, tehát még nem, tehát a műsor forduló előtt kaptuk meg esetleg az információt, hogy lesz ez a rendezvény, és akkor itt pár nap csúszás sajnos igen előfordulhat. De oda fogunk figyelni erre jobban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a válaszokat. Köszönöm is. Van-e valakinek kérdése?
továbbiakban. Nincs, akkor kérdezem a képviselőtestületet, hogy az imént ismertetett tartalmú határozati javaslatot elfogadja, amennyiben igen, kérem, hogy most szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület elfogadta a határozatot. A következő napirendi pont hasonló természetű támogatás kérésről szól, a Dunakanyar Hírmondó 2016. évi támogatási kérelme. Jegyző úr, kérlek, ismertesd. A Pilis Dunakanyar Hírmondó kérelmmel fordult az önkormányzathoz, támogatási kérelme, hogy a ez évi számokkal kapcsolatban lehetőségeihez mérten támogassa alapelőállítását. Gazdasági és pénzügyi ellenőrbizottság a költségvetést előkészítő ülésein tárgyalta a kérelmet, és kulturális is, és a javaslatnak megfelelően szerepel a határozati javaslat, azaz, hogy nem nyújt az idejében támogatást a Pilis Dunakanyar Hírmondó lap támogat előállításához. Köszönöm szépen. Én úgy tudom, hogy nem csak a Gazdasági Pénzügyi Bizottság, hanem a Kulturális Bizottság is támogat, úgyhogy nem tudom, hogy Tamás, mondasz-e két szót? Tehát igen, valóban a Kulturális Bizottság is tárgyalta az ügyet. Nyilvánvalóan nem pénzügyi oldalról, hanem kulturális oldalról. És hát most nem részletezném, elég hosszú vita volt, nem is egy, hanem két ülésen erről, de végül is a Kulturális Bizottság arra a meggyőződését ott, hogy az idei évben nem kellene támogatni az újságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én a pénzügyi bizottság részére nem tudok nyilatkozni, mert nem voltam ott azon az ülésen pont, azt hiszem, amikor ezt leszavazták. De szeretném megkérdezni, mert én nekem, megmondom őszintén, tetszik az az újság, hogy miért nem? Hát, mivel ti döntöttetek róla. Nem, mi csak egy javaslatot. Akkor ti javasolták. Most be van kapcsolva. Tehát több oknál fogva, egyrészt mondjuk a visegrádi tartalomközléssel sem voltunk megelégedve. Értem ezzel azt, hogy mondjuk a Pilis Dunakanyi Hírmondó az elmúlt sok-sok évben egyetlen egy visegrádi rendezvényre nem jött ki, egyetlen egy alkalommal nem tudósított visegrádi eseményről, kizárólag csak olyan cikkeket közöl le, amit mi gyártunk le, és mi küldünk el nekik mellékletekkel, egyebekkel együtt. Arról nem beszélve, hogy az ilyen cikkeket is általában nem helyesen közlik le. Tehát mondjuk, amit átküldünk visegrádi anyagokat, akár mi, de akár a polgármesteri hivatal is, azokat általában nem azonos tartalommal, nem jó képpel közlik le, téves információkat, féléves információkat közölnek, tehát olyanokat, amik egyszerűen szerintünk megengedhetetlen. És azt gondolja a bizottság, hogy ha már mindenáron van újságkiadásra plusz forrás, akkor mondjuk a visegrádi híreket kéne inkább szebbé tenni, mert arra is ráférne amúgy, de ebből most nem menjünk bele. Tehát nagyjából ezek voltak az okok. Tehát például konkrétan volt olyan, hogy leközöltek egy írást, mondjuk egy házról, mondjuk a önkormányzat épületét, hogy átadta az önkormányzat, elkészült, és fotót leközölték mellé, mondjuk a palotaházat. Tehát arra nem vették a fáradtságot, hogy megnézzék, hogy melyik épületről van szó egyáltalán. Tehát és rengeteg ilyen, hát hasonlít egymásra, igen. Tehát sok olyan dolog volt, ami miatt azt mondtuk, hogy így ebben a formában nem. Az az igazság, hogy én csak azért kérdeztem, hogy végre megtudjuk, hogy miért nem, hogy ők is megtudják. Tehát, hogy ne az legyen csak, hogy nem támogatjuk, hanem az indokot is tudják meg, hogy azért, mert többször átvertek minket, és ezért nem fogjuk támogatni. Tehát ennyi. Én csak ezért akartam ezt a kérdést, ezért tettem föl. Köszönöm. Szerintem föl fognak téged venni újságírónak. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, és a képviselőtestület elfogadja a határozati javaslatot, mely ismertetésre került, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Következő napirendi pontunk az nem, hanem a Visegrád Harangvirág utca 22 szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyára kiírt pályázat elbírálása. Ismét jegyző úré a szó.
Az előző testületi ülésen szerepelt, pontosan akkor levételre került ez a napirendi pont, azonokból kifolyólag, hogy hiánypótlást kért a Népjóléti Bizottság a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban, és azóta hiánypótlások beérkeztek. Mint ismeretes, a képviselőtestület a Harangvilág utca 22 szám alatti ingatlan bérbeadására pályázatot írt ki, mivel a úgynevezett orvoslakást a házi orvos nem tart rá igényt. Ezért egy éves bérleti időtartamra írt ki pályázatot. Ott a határidőn belül három pályázat érkezett be. A hiánypótlások után a Népjóléti Bizottság ülésezett, és kialakította álláspontját, ami a képviselőtestület előtt is szerepel. Azzal a, és gyakorlatilag ez a határozati javaslatban is tükröződik. Itt voltak a bizottságnak a feltételei is, ami a bérleti szerződésben kerülnek majd megfogalmazásra. Köszönöm szépen. Kérdés van? Ja, Népjel. Hozzáfűzni való. Nincs kérdés, csak azt, hogy tartsuk be a szerződésbe pontosan, és hívjuk fel a figyelmet, az volt a bizottságnak még a kérése, hogy nyomatékosan hívjuk fel a figyelmét, hogy se cserélakást nem kap utána, semmit, ha lejár a szerződés, és kik akarjuk adnak, el kell neki menni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsolj. Én teljes mértékben egyetértek a bizottsági állásponttal. Egy dologban módosítanám, hogy a pályázati kiírásban nem egy évre szólt a kiírás, hanem egy plusz egy évre szólt a kiírás. Tehát, hogyha úgy volt a kiírásban, akkor a szerződésben is úgy kössük meg a szerződés, hogy egy évre szóló határozott szerződés, mely egy évre meghosszabbítható. Mert így volt a pályázati kiírásban is. Abban az esetben, hogyha mi avval az épülettel nem akarunk más valamit. Természetes. Kezdeni. Tehát azért van az egy plusz egy. Tehát ha doktornő jelző, hogy neki kell, vagy más miatt, tehát nyilván lehet, de ha fennállnak a lehetőség, akkor egy év hosszabbítás lehetséges. Jó. Automatikusan. Jó. Így van. Köszönöm szépen. Kérdés? Igen, egyetlen egy, lehet, hogy én nem néztem, de ugye van kaució. A rendelet szerint minden esetben van kaució, és kikötésre is kerülnek a bérleti szerződésekben. Jó, köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése még? Amennyiben nincs, és a képviselőtestület elfogadja a határozatot, kérem, hogy most szavazzon. Igen, igen. Bocsánat, akkor a kiírás szerinti tartalommal. Igen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a WWF Kft. Alapítók iratának módosítása, ismét jegyző urat kérem az ismertetésre. Az alapítók irat ismételt módosítását az indokolja, mivel december 16-án már szerepelt ott, akkor a képviselőtestület az ügyvezetői megbízatását Bozai Péternek ez év június 30-áig meghosszabbította. Benyújtásra került a cégbírósághoz az alapítókirat, de a cégbíróság hiánypótló végzésében kérte, hogy a záró rendelkezésekből a gazdasági társaságokról szóló törvény elnevezés kerüljön törlésre. Zárójelként megjegyzendő, hogy amikor a elfogadásra került annak idején a Visegrádi Városfejlesztő Kft. Alapítók irata 2010-ben, akkor még volt gazdasági társaságokról szóló törvény, és mivel egységes szerkezetben kell foglalni, ezért ezeket a módosításokat hát mindig úgy kérte eddig a cégbíróság, hogy a régi törvényi hivatkozások is legyenek benne, tehát nem lehetett felülírni. Most más gondolatok mentén bocsátotta ki ezt a hiánypótlást. Gyakorlatilag e tekintetben kell módosítani az alapítókiratot. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Hozzászólása, amennyiben nincs, és képviselőtestület elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy most szavazzunk.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Egyebekben én nagyon röviden megpróbálom összefoglalni azokat az eseményeket, amik az elmúlt néhány hétben történtek, és nagyon fontosak, de mindenek előtt a mai nap 41 mm? 41 mm körüli eső csapadék hullott eső formájában, és ez okozott kisebb gondokat az Újkert ároknál, illetve az ápli völgyben. Más helyeken komolyabb gondot nem okozott, viszont egy nagyon jó próbája volt a vízáltereszeknek a 11-es úton. Ott azért kiderültek, hogy baj nem történt, de ott azért van még apró reszelni való. Igen, a diósárokat, az már nem az első próbája volt, de hát, lehet, az így van. Tehát működik a dolog. Az ápoli völgyben is egyébként nem a tavalyi Viszmajor beruházás kapcsán, tehát az, ami akkor elkészült, az áll, illetve egy nagyon pici mértékben mozdult meg, ott meg a növényzet nem állt be, az egy ilyen meredek rézsű, de egyebekben az áll. Viszont a beavatkozás fölötti területen ott azért már megsérült a meder oldal, illetve egy hát kétes műszaki értékű áteresz lejjebb, ami bekerült oda valamikor 10-15-20 évvel ezelőtt, az nem bírta a terhelést, de valóban szélsőséges volt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a munkákban ma részt vett. A VKG csoport vezetőjének, aki a szabadságáról jött vissza, és a holnapi napot is munkával fogja tölteni. Köszönöm minden lakónak, aki részt vett, és aki még esetleg a holnapi napon is részt tud venni. Köszönöm a Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik szintén ma részt vettek a munkákban, illetve köszönöm a Pilisi Parkerdő Gazdaságnak, akik a holnap fognak tudni némi munkaerőt biztosítani a takarítási munkákhoz, hiszen itt a temető és a 11-es út között azért jelentős sárfelhordást történt az úton. Itt jelentem be egyéb iránt, hogy értesítést kaptunk nemrégiben, hogy megalakult és hivatalosan is, jogerősen is bejegyzésre került a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A Városháza közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan kaptunk egy közbeszerzési döntőbizottsági vizsgálatot, amelyiknek a jogszerűségét is a dr. László Viktor közbeszerzési szakértőnk természetesen, illetve nem természetesen, de vitatja, azért vitatja természetesen, mert hogy jogszerűen vitatható. Ennek ellenére együttműködünk természetesen a bírósággal és, vagy bizottsággal, hatósággal, bocsánat, köszönöm szépen, és igyekszünk minden szükséges információt megadni. Ez egy végtelenül kellemetlen eljárás, egy olyan eljárás, amelyik a közbeszerzési felügyeli főosztályon átment, jóváhagyták, és most egyébként ugyanazokat a kérdéseket vitatja hatóság ismét. A január 30-án Görgei Artúr születésnapján megkezdődött az a több mint két évre tervezett eseménysorozat, amit talán a Görgei 100-200-zal, hogyha ilyen divatos fordulattal éljek, nevezhetnénk, hiszen az idei esztendőben halálának 100. a 2018-as esztendőben pedig születésének 200. évfordulóját fogjuk ünnepelni a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezérének. Nagy sikerű és nagy örömmel láttam, hogy nagy közérdeklődésre is számot tartó rendezvény volt, ahol Hermann Robert kiváló hadtörténész, tényleg élményszerű és nagyon tartalmas előadással emlékezett meg Görgei Artúr tevékenységéről. A másik, ugye a költségvetés tervezéseiről már volt szó, de a másik olyan... Ó, bocsánat, köszönöm szépen a súgást, ez nagy udvariatlanság, ezt kifelejtettem, és nagyon köszönöm a segítséget. A
Görgei Emlék év fővédnöki tisztét dr. Áder János nagy örömünkre elvállalta. Reméljük azt, hogy valamelyik kiemelt eseményt személyesen is meg tudja majd tisztelni. Tehát amiben belekezdtem az imént, a költségvetés tárgyalása mellett a január az Euróveló 6-os kerékpárúttal kapcsolatosan volt még örömteli módon terhes. Ezzel kapcsolatosan részben a megyei önkormányzat kezdeményezésére Szentendén, részben a dunakanyari kistérség, volt kistérség polgármesterének részvételével, képviselő úrral együtt is volt egyeztetés, illetve a legutóbbi az éppen tegnap itt ebben a helyiségben. Az látszik, hogy az Euróveló 6-os kormányzati szándék, az is látszik, hogy a Pest megyei szakasz forrás hiányos vélhetően, hiszen Európai Uniós támogatás a VECOP-ban Euróveló 6-ra vélhetően nem lesz elegendő, tehát van egyfajta verseny más területekkel. Itt amit látunk, és amit fölismert környékbeli polgármesterek összessége, hogy annak ellenére, hogy a Visegrád-Szentendre közötti szakasszal kapcsolatban kikiújuló vita és érvelés van, hogy vajon a parton vagy a szigeten érdemes ezt vezetni, mindkét megoldás mellett vannak érvek és ellenükben ellenérvek, azt meg fogjuk tudni, úgy néz ki, fogalmazni, hogy semmiképpen a alapvető érdek, hogy legyen. A elérendő cél az, hogy mindkét oldalon legyen, de egyik település sem kíván semmifajta akadályozott tényezőként megjelenni, akkor, hogyha nem, mondjuk a szigeti településekre beszél, hogyha nem a szigeten megy, vagy fordítva. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy egy egységes, támogató és igénylő álláspontot fogunk tudni kialakítani Szentendrétől Visegrádig. Abban az esetben, hogyha nem lesz semmilyen fejlesztés, akkor ugye ez, ennek a jelentősége nem túl nagy. Abban az esetben, hogyha ez valamilyen szinten megvalósul, avagy fölmerül a kérdés, akár a NIV ZRT-nél, akár a Fejlesztési Minisztérium államtitkárságán, hogy végül is ezt a döntést meg kell hozni, hogy hol. Ebben az esetben viszont mindenképpen erre a döntésre szeretnénk proaktív módon, ahogy szokták mostanában mondani, készülni. Ezzel kapcsolatban a tegnapi napon szintén volt lehetőségem Tasó László államtitkár úrral személyesen is röviden egyeztetni. Biztosította arról, hogy várja az egységes álláspontunkat, és remélhetőleg személyesen is meg fogjuk tudni ezt erősíteni, és be tudjuk mutatni ennek a fejlesztésnek a fontosságát. Röviden ennyi lenne az elmúlt néhány hét összefoglalója. Van-e valakinek kérdése ezekkel kapcsolatban, illetve van-e valakinek egyébe? Egyetlen egy kérdés lenne a CBA-val kapcsolatban, hogy kaphatnánk-e tájékoztatást, mert többen kérdezik. A CBA-val kapcsolatosan egy zárt testületi ülésen határozatot hozott a képviselőtestület, a dátumára nem emlékszem, január 20-án, köszönöm, melyben vételi ajánlatot tesz a CBA épületre, illetve ingatlanra, tekintettel arra, hogy az elmúlt néhány hétben és hónapban nem kaptuk meg mindazokat az információkat, amiket kértünk. Azt reméljük, hogy ezzel a lépéssel lépésre késztetjük a beruházót. Ennek a döntésnek a nyomán én levelet intéztem a Reha Investhez, illetve a Hamschlager úrhoz, illetve jogi képviseletéhez.
akik éppen talán a mai napon, vagy a tegnapi napon, mai napon érkezett e-mailben személyes találkozót kértek a jövő hétre. Nyilván én ezt a lehetőséget mindenképpen felajánlottam. Szóbeli tájékoztatások voltak, tehát szóban többször elhangzott, hogy ők folytatják és szeretnék csinálni ezt a beruházást. A szomszédos ingatlan megvételéről is, mármint az ő szomszédos ingatlanuk megvételéről is tárgyaltak a tulajdonossal, de ezek a tájékoztatások folyamatosan csak szóban érkeztek, illetve az egyéb önkormányzati terület igényük is sem érkezett meg semmilyen hivatalos dokumentum formájában, sem a ténye, sem annak pontos mértéke, és én ezért javasoltam a legutóbbi képviselőtestületi ülésen a vételi ajánlatról szóló határozat elfogadását. Úgyhogy ennek nyilván van egy határideje, az még nem telt le, és mondom, a jövő héten remélhetőleg azon az egyeztetésen, amire természetesen szeretettel várjuk. Ez kedden lesz, természetesen fog mindenki értesítést kapni, kedden lesz, annak az eredményét nyilvánvalóan akkor majd, aki nem tud eljönni, mondom. Van-e valakinek egyéb parancsai? Hopp. Kacsi volt előbb, célfotó. A mai nappal kapcsolatban szeretném egy kiegészítést, hogyha nem haragszol, hogy köszönjük meg Szabó Zolinak és Ocsovai Zolinak, hogy ilyen hamar és pont jókor ott voltak, ahol kellett volna, mert még most is folyna a víz, akkor szerintem ott le. És figyeljünk oda arra, hogy, vagy akinek kell, figyeljen oda arra, hogy az árkokban ne legyen beholdva szemét meg minden, mert abból volt ez a katasztrófa majdnem. Köszönöm szépen a kiegészítést. Igen, amikor részletesen köszönünk meg valamit valakinek, akkor attól mindig félek, mert valaki kimaradhat. Én köszönöm szépen, mert valóban nagyon gyors és hatható segítséget kaptunk az uraktól. Parancsolj! Hasonló kérdésem van, mint a Zsoltinak, hogy többen kérdezik, hogy az árvízi beruházás kapcsán két kérdés is megfogalmazódik, hogy egyrészt az első ütemnek a finomításai azok mikor készülnek el, és milyen munkák fognak elkészülni, mert sokan nem érzékelik. Tehát úgy érzékelik, hogy még félkész ez az első ütem. A másik pedig, hogy a második ütem hogy áll? Az első, tehát az ami tulajdonképpen képzelhető, garanciális természetű befejező munkák vannak. Ezek ugye nyilván az időjárás függvényében végezhetőek. A sétány nem készült, a sétány visszaépítés nem készült még el teljes egészében, az anyag részben itt van. A útalap is, ahol elkészült, tehát itt ezt a kivitelező, amint az időjárás engedi, teszi, csinálja. A növényesítés, füvesítési munkák vannak még hátra, ami részben az út és a védmű közötti szakaszon vagy területen fog zajlani, részben pedig ugye szerte a településen. Valójában ezek, illetve a két nagy műtárgy, a révaluljáró, illetve a Mária Kápolnánál lévő aluljáróhoz kapcsolódóan ott még szintén burkolási munkák vannak. Ma a mai özönvíz az nagyon jó megmutatta, hogy milyen, tényleg azt lehet mondani, hogy egy kisebb vízelvezetési hiányosságok vannak, egy vízáltereszt még ki kell vomázni a kivitelezőnek, ez az ő feladata, vállalása. Tehát ilyenféle munkák, ezeknek egy részét egyébként a Magyar Közút is kéri, követeli, feltételként szabta. Ott emlékem szerint áprilisban van ennek a határideje. Egyéb iránt pedig, aki már kivitelezőnek is érdeke, hogy ezeket minél hamarabb megtegye, részben azért, mert amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a garanciális visszatartásból hát ez elkészíthető mással, részben azért, mert a garanciális időszak az akkor kezd el ketyegni, amikor ezeket a munkálatokat is befejezte. A második ütemre vonatkozóan pedig azt tudom mondani, hogy a engedélyezési munkák zajlanak. Ugye a második ütem az 5
tételből áll. Az egyik az a hiányzó 370 méteres szakasznak a kivitelezése. Erre ugye megvan az engedély, mert az gyakorlatilag testben az első ütemben megvalósulton belül van. A második az a 11-es út Apátkúti patak hídja. Ez egy külön engedély. A torkolat, a hídtől fölfelé eső kb. 180 méter emlékem szerinti kétoldali partfelerősítés. A földmű, és akkor most bajban leszek, még ez retorikailag ugye a sziba, ugye, hogy nem szabad mondani, hogy 5. Az a negyedik, így van, az a tárolóépület, és akkor is van egy ötödik. Földmű. Híd, Apátkúti patak, földmű. De igen, híd, Apátkúti patak, földmű, a 370 méter, ugye az, és a tárolóépület. Akkor megvan az öt. A vízjogi létesítési engedélyhez az összes szakhatósági hozzájárulás az a múlt héten érkezett meg. Ugye ott az első ütemben a kivitelezőnek a vállalása az volt, hogy a tárolóépületen kívüli építési engedélyezési eljárásos szükséges terveket készíti el, és beadja engedélyezésre, ez ugye megtörtént. És az engedélyek, mondom, most már nagyon közel vannak, hogy ennek a vízjogi létesítés, illetve a híd létesítési engedély kiadásra kerülhessen. Itt a mai napon azt mondta a kivitelező, hogy a jövő héten bekövetkezik, jogerő emelkedik, és akkor lehet ott szükséges közbeszerzési eljárást elindítani. Tehát ez a tárolóépületen kívüli összes többire vonatkozik. A tárolóépülettel kapcsolatban szintén ugye egy engedélyezési eljárás van. Ábrák és rajzok nélkül nagyon hosszú ideig tartana elmondani, meg hogy közérthető is legyen, de lényeg az, hogy a rendezetlen Dunapart rendezése kapcsán egy több kilométer hosszú szakasz telekönyvi rendezése zajlik. Itt azt sikerült elérni, és itt nagy köszönet a Magyar Közút ZRT-nek, aki rugalmasan állt a kérdéshez, ők nem adták volna meg a hozzájárulásukat, de végül is sikerült kezdeni, hogy feltételekkel megadták, a feltételeket az MNV ZRT-nek kell teljesíteni, majd, de feltételekkel megadták, tehát a földhivatal most már le tudja zárni, és pont a mai napon voltam még délelőtt Szentendrén ezügyben egyeztetni a földhivatal, tehát le tudja zárni ezt az eljárást, ez azt fogja jelenteni, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy a földmű és a 11-es út közötti terület végre le lesz választható a Dunamederről, tehát lesz neki egy helyrezi száma, és ezen belül lehet majd is kell megindítani azt az eljárást, ami abból a nagy területből kiszabályozza a sportpálya 4 hektárját. A magasépítési engedélyt pedig abban a pillanatban, hogy megindult ez az eljárás, tehát ez a telekmegosztási eljárás, abban a pillanatban kiadható, egyébként a határozat hetek, hónapok óta megírva várja azt, hogy ez az eljárás megindítva már ideiglenes helyrajzi számmal rendelkezzék a terület, és ebben a pillanatban ki lehet adni az építési engedélyt, és amennyiben megvan az építési engedély, akkor ott is meg lehet csinálni a közbeszerzést, mely közbeszerzést viszont mindenképpen a másik eljárás után érdemes csak megindítani, mert amennyiben ott az ugye, mivel ez egy hirdetmény nélküli meghívásos eljárás lesz, amin az első ütemet végző kivitelező lesz az egyedüli ugye eljárás szerint megengedett módon résztvevő, azt viszont szükségképpen hivatalban vizsgálja a közbeszerzési döntőbizottság. Amennyiben döntőbizottság ezt elengedi, tovább engedi, akkor ez így lesz, amennyiben nem, akkor egy nyílt eljárásba kell mind a tárolóépületet, mind az összes másik 4 tételt együtt szerepeltetni. Hát remélem érthető volt. Én értettem, de én ezzel kelek, ezzel fekszem többek között, úgyhogy akkor nekem ez így egy egyszerű. Kérdés, ezt én kezdem, tehát ha jól értem, akkor a tárolóépületen kívüli részre március folyamán vélhetőleg meg tudjuk csinálni a közbeszerzést. Nem, de nem elindítani. Igen, de elindítani. Igen, de igen. Várhatóan igen. És nem mindegy, hogy miért, és annak nem igen. Mindegy. Igen, parancsolj. Parancsolj. Csak nem emlékszem, hogy mikorra van kiírva, hogy be kell felézniük. Befejezési időpont nincsen meghatározva. A második ütemre gondolom. Igen. Nincsen ilyen kőbevésett dátum. Ezt elhúzhatjuk most 2 évig is?
Nem szeretnénk, de még nincs támogatási szerződésünk sem egyébként a második ütemre, csak egy kormány határozat arról, hogy ez az összeg a KEHO-ban rendelkezésre áll. A támogatási szerződés kérelmet benyújtottuk. Nyilvánvalóan azért szeretnénk megindítani a közbeszerzési eljárást, mert abban, ha megindítjuk, akkor nem kell projektfejlesztési időszakba tenni az egészet. Nincs értelme, mert valójában ez már az első ütemben elkészült. Tehát jelen pillanatban nincsen olyan befejezési dátum, mint amilyen az előzőnél volt, hiszen a KEHO az most tart egy darabig, nyilvánvalóan senki nem akarja ezt elhúzni 20 plusz két évig, tehát ez remélhetőleg az idei évben le tud zárulni. Köszönöm a szót. Nekem csak egy hirtelen jött ötlet, de magával hoz egy másikat, illetve benyomás, ahogyan a kérdések elhangoztak Bálint Zsoltitól és Mikesi Tamástól a gáttal kapcsolatban, illetve ott a tereppel kapcsolatban. Ahogy elhagyjuk a buszmegállót és megyünk Pest felé a nagy parkoló és a 11-es út között, nem tudom, hogy ki, még az is lehet, hogy a mi munkatársaink kitettek ilyen nagy patakköveket. Mondom, hogy ne lehessen ott lehajtani, vagy ott az ilyen sáros rész van. Tehát ugye a Fekete Hollótól megyek Pest felé, a 11-es út mentén vannak ezek. Elég... Nem az Ágasháznál, hanem a... Gyerfek előtt után valahol. A mozik köz végén nagyjából. Hát meg, hát igen, még előbb is. Elég közel van a 11-es úthoz. Tehát én azt gondolom, hogy nehogy véletlenül ott valami probléma legyen. Tehát fél homályban, pont ilyen félhomályos esős időben nagyon nem látszik, enkor már ilyet csinálunk, ha mi csináltuk, akkor legalább ezt meg szokták húzni valami sárga festékkel, vagy valamivel, hogy mondjuk fényvisszaverő jellege legyen. Ez az egyik. De ebből jött a másik gondolatom, az pedig kapcsolódhatna ehhez is, meg kapcsolódhatna az utca bútorok kihelyezéséhez is, meg a faültetéshez is, meg önmagában a gátfejlesztésnek a jelenlegi ilyen, hogy is mondjam, rally terepet biztosító körülményeihez is. Tehát Visegrádon mindezek az elemek, ha elindulnak, ezek jók, meg tudom, hogy részben átmeneti jellegük van annak, hogy mondjuk itt sóderhalmok vannak a Dunaparton, meg hogy lerakosgatunk akár mi magunk ilyen patakköveket, de Visegrádon sétálva egy új hullámot látok azon témában, amit egyszer én már felvetettem. Ez a polgári öntevékenység, képpen lerakom a kövemet a fűre, az út mellé, nehogy már ott forduljon meg valaki, illetve én azért teszem le, mert a szomszéd már letette, és akkor hát biztos, hogy ne előttem forduljon meg mindenki. Szóval ez a játék, az a játék, amit szerintem van ennek egy morális, van ennek egy gyakorlati vonatkozása, és amit egyiket sem kedvelek. Tehát az utca az mindenkié, és ne tegyünk ki kövecskéket, mert aztán más meg fölbőszül, és elkezdi a kövecskéket, elkezdi dobálni valahova. Tehát, és akkor annak is igaza lesz, vagy kinek lesz hibá. Tehát én nyomatékosan kérem, mint egy másfél év utáni edzőurat. És ha kell, önálló indítványt fogok előterjeszteni. Hogy akkor ideiglenesen, akkor bővítsünk létszámot, és legyen közterületfelügyelő. De ezt szüntessük meg. Tehát azért, mert nekem van kedvenc helyem az Andrássy úton, ahonnan szeretem nézni a városképet, nem helyezek oda egy állandó padot a járda és az út mellé, vagy akárhova. Tehát ez szerintem nem járja, ez nem polgári viselkedés. Tudom, hogy ezzel nem vagyok népszerű, de ez szerintem ez nem az a városlakói viselkedés, amit támogatni kell a visegrádi önkormányzatnak, és hogyha ezt nem lehet szép szóval tenni, akkor haragudjonánk mindenki, aki ilyet csinál, de akkor én akár külön rám is, de akkor igenis erre dolgozunk ki valami eljárást. Mondom, ennek azért nagyon komoly baleset veszély, és nagyon komoly anyagi károkozási következményei is vannak.
Köszönöm. A 11-es út mellé nem tudom, kirakta ki a köveket, ezeket én ma láttam először, tehát azt nyilván meg fogom kérdezni majd, ha mit csináltuk, akkor attól, aki csinálhatta, hogyha a kivitelező csinálta, akkor a kivitelezőtől. Általánosságban, amit felvetettél, a két dolgot tudok mondani. Egyrészt egyetértek, hogy nem kéne köveket kirakosgatni jobbra-balra. Másrészt meg nyilván ez egy elsődleges válasz egy másik tevékenység, mondjuk driftelni se kéne sárban mondjuk azon a területen, amelyik a tornacsarnokek előtt. Vagy tükörjék az Ágosház parkolójánál. Igen, meg az mondjuk éppen arra való, egy területen oda kocsival be lehet menni akkor is, ha jég van, de mondjuk a tornacsarnok előtti négyzet alakú füves területen is volt már, aki ilyen próbálkozást tett, és egészen jó sikerült neki. Nyilvánvaló ezek egyébként, tehát nyilván erre nem válasz az, hogy kősziklákat rakunk ki, de valószínűleg ez a fajta, egyik fajta bunkóság szüli a másik fajta nem megengedhető viselkedést. Nem vitatkozom azzal, amit mondasz. Csak volt nekünk már olyan peres viszonyunk, ami vitatható helyzetű útminőség miatt volt. Na most egy ilyen vitatható vagy nem vitatható általunk föntartott útszakasz mellett valaki elesik, és mondjuk arra a kőre esik, és amiatt még súlyosabb sérülés van. Szóval én ilyet nem szeretnék. Ez világos. Ilyen helyzetet, megmondom, nekihajt valaki autó, valaki nem ismeri a visegrádi terepviszonyokat, és akkor utána hangos kajabbálásba vagy tetlegességbe fakad ez a dolog. Ilyen szerintem nincs. Tehát ilyen területfoglalós játékot lehet csinálni a számítógépen, vagy esetleg tényleg fegyveres konfliktusban, de szerintem ez nem minőségi viselkedés. Így van. A közterületfelügyeletre vonatkozóan a jegyző úrnak volt többszöri javaslata, amelyik általában még a jelentős vagy komolyabb javaslattételi szakaszig sem jutott el. Különböző ellenállások miatt, mert hogy az egyébként nem kell, meg hogy volt már, de nem volt jó. Én ennek ellenére mindig próbáltam volna támogatni, de úgy tűnik, hogy még nem érett meg rá a helyzet, lehet, hogy majd most fog. Van-e valakinek még egyebe? Amennyiben nincs, és a képviselő, nem úgy van. Nem. Tehát, hogyha nincs, akkor mindenkinek köszönöm a ma esti munkát, a nézőknek a figyelmet, a képviselőtestület ülését berekeztem.